Erős utórengés rázta meg a görögországi Zakynthos szigetét. A turisták egyik kedvelt úti célján 4 nappal ezelőtt a Richter skála szerinti 6,8-es erejű földmozgást mértek. A mostani utórengések legerősebbje 5,3-es volt egy korábbi 4,5-es után. A rengések középpontja a tengerben lehetett, 48 kilométerre nyugat-délnyugatra Zakynthostól. Sérülésekről, károkról nem érkezett jelentés, de a szigeten a következő 3 hónapra rendkívüli állapotot rendeltek el. A pénteki rengés olyan erős volt, hogy érezni lehetett a fővárosban, Athénban, Albániában, Dél-Olaszországban, de még Máltán is. Legalább 3 centiméterrel mozdította el Zakynthost délnyugati irányba, erről leginkább azok a repedések tanúskodnak, amelyek a kikötő területén nyíltak a földben. A szakemberek azt mondták, függőleges változást nem tapasztaltak, csak vízszintesett.